Isten tiszteletre várták a híveket a református nagy templomba. Istennek igéjét olvasom a 90. Zsoltárból. A 90. Zsoltárt hallgassuk. Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten! A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza, emberek! Mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint az álom reggelre, mint a növekvő fű, mely reggel virágzik, növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk. Ha magad elé állítod a mi bűneinket, és titkolt vétkeinket orcán világossága elé. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő, és nagyobb részük hiába való fáradtság, olyan gyorsan eltűnik, mint ha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vígadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztes meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. S legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, méltóságos fiaikon. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, Teremtőnk, gondviselünk, életünk jó pásztora. Több ezer éves imádság, himnusz, áthallással, ami nemzeti himnuszunknak az ős forrása, téged köszönt ebben a délelőtti órában. 6 napon át munkálkodtunk, végeztük minden dolgunkat. Most itt vagyunk, ami fizikális, ami szellemi, ami családi munkálkodásunk után eljöttünk, hogy Te munkálkodj bennünk, hogy a lelkünket a Te ígéddel és szent lelkeddel vedd birtokodba, tisztítsd meg egészen mindattól, ami káros, mindattól, ami visszahúz, mindattól, ami bajt, sírást okoz, hogy megtisztíts bennünket a gyásztól, az elvesztés fájdalmától, a magánytól, árvaságtól, özvegységtől, azokkal az ígéretekkel, hogy Te nem a holtaknak, hanem az élőknek vagy Istene, és mindenki, aki benned pihent meg él, annak ellenére, hogy valamelyik temetőben nyugszik a teste, a hamvai. Azért is eljöttünk, Urunk, hogy tisztíts meg bennünket azoktól a vágyaktól, azoktól az indulatoktól, amelyek egymásnak ugrasztottak bennünket az elmúlt napokban. És eljöttünk azért, hogy a szívünk mélyébe ültes magokat, ígei magvetést végezzel az életünk fölött, hogy a következő napokban, azokban a kihívásokban, amiket egyedül Te ismersz,
megállhassunk, el ne veszünk, hanem örök életünk legyen. Ajándékozz meg bennünket a hittel, és ajándékozz meg bennünket a reménységgel, a szeretet ajándékával, a talentumokkal, a képességekkel, amelyekkel hasznosak tudunk lenni egymás nemzet egyház életére. És kérünk téged, hogy cselekedd meg, hogy itt Karcagon, Berettyóújfaluban, az egész országban, a nemzet határain belül, Kárpátalján, Erdélyben, Délvidéken, Felvidéken a magyar keresztény embereknek a kezei munkája legyen maradandó, és 100 és 500 év múlva is legyen magyar, aki el tudja mondani, te benned bíztunk, elejétől fogva. Áld meg, Urunk, az ige hirdetőt és az ige hallgatót egyaránt, Szent Lelked által Krisztus nevében. Amen.